Sziasztok! Ma ezt a szivárványos szívecskés sütit fogom megcsinálni. Már nagyon régóta el akarom készíteni ezt a sütit, és arra gondoltam, ezt most megosztom veletek. Valószínűleg sokáig fog tartani, főleg, hogy most van 3:45, szóval ezt szerintem holnap is folytatnom kell. De most neki is állok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog kisülni belőle. A tésztához kelleni fog 170 g puha vaj, 155 g porcukor, 3 tojássárgája, 1 csipet só, 1 teáskanál vanília aroma és 310 g liszt. Majd ezeket jól keverjük össze. Először is vágjuk el a tésztát 1/3-2/3 arányban. Majd a nagyobb részt vágjuk el 6 egyenlő részre. A következő lépés beszínezni a 6 tésztadarabot a szivárvány 6 különböző színével. Nekem 3 ételfestéken van, egy sárga, egy kék és egy piros. Ezekből ki lehet keverni narancssárgát, zöldet és lilát. Így meg is van a 6 szín. Ha nagyjából megszilárdult a tészta, nyújtsuk ki őket körülbelül egyforma téglalapokra. A tésztalapok vastagsága a süti kiszúrónk méretétől függ. Ezután sorban tegyük egymás tetejére a lapokat. Ragasztóként használjunk egy tojásfehérjét, egy teáskanál vízzel kikeverve. Vágjuk le a széleit. Daraboljuk fel a tésztát, de a sávok ne legyenek vastagabbak a kiszúrónk magasságánál. Oké, és most szórjuk ki a szívecskéket.
ugyanazt a ragasztót használva, ragasztjuk egymás tetejére a szívecskéket. Most pedig óvatosan vonjuk körbe a natúrszínű tésztával. Használjunk kisebb darabokat. Ha elhasználtuk az összes tésztát, óvatosan hengergessük az asztalon, hogy kerek legyen. Végül pedig tenjük le tojásfehérjével, és forgassuk a rudat a színes tortadarába. Szeleteljük fel körülbelül 1/2 centi vastag karikákra. Süssük meg 170 fokon 10-15 percig. És kész is van a süti. Őszintén szólva én elégedett vagyok ezzel a végeredménnyel, ahhoz képest, hogy elsőre csináltam ilyet. És még finom is lett. Remélem nektek is tetszik és megcsináljátok. Lájkoljátok a videót, ha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornámra is, ha érdekelnek a további videóim. És jövök legközelebb. Sziasztok!